Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag, péntek. Samstag, szombat. Sonntag, vasárnap. Először megnézzük, hogy mi történik itt a pénteki napon. Itt látható egy tükör, lehet, hogy bele kellene nézni a tükörbe, valamit változtatni a külsődön, a fellépéseden, de ez a tükör jelenti azt is, hogy valami tükröződik most számodra, vagy ő közeledik hozzád, és ez olyan, mint egy tükörkép, mint egy ikerláng kapcsolat. Itt a madarak jelentik a könnyűséget, a szabadság érzetét, a mozgást, de szimbolizálják a kommunikációt is. Tehát lesznek fontos beszélgetések, és itt ez az ablak jelenti, hogy kinyílik valami, ezek a lehetőségek. Itt a virágcsokor jelentheti a szépséget, hogy belenézel a tükörbe, megváltoztatsz valamit a külsődön, ez előnyös számodra, de ez a virágcsokor lehet egy ajándék, egy meglepetés, vagy egy meghívás is. Szombat itt látható, megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák a szombati napon. Itt látható ez a hajó, és ez a hajó szimbolizálja a reményt. Megvan a remény arra, hogy minden jóra forduljon. A hajó jelenthet utazásokat, vagy külföldi kapcsolatokat is. Ez lehet például egy nyaralás, vagy egy nyaralás tervezése. Ez az út lehet egy belső út, egy lelki kapcsolat is. Itt láthatóak a csillagok, ami szerencsét hoz, de jelenti azt is a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni úgy, ahogy a csillagokban ez meg van írva, vagy van egy ilyen lelki út, egy lelki kapcsolat, és így van megírva a csillagképekben. Itt látható a park, a nyilvánosság, megjelentek a nyilvánosságon, vagy mások észrevesznek téged, megkapod az elismerést. És vasárnap itt látható, megnézzük, mi történik vasárnap. Itt a háttérben ez a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudtok gyökerezni. A fa az jelenti az egészségügyi témákat és a gyógyító erőt is. Ha valaki beteg volt a családban, itt lesz most gyógyulás. Vagy ha valami betegített téged a helyzeteden, akkor itt is meg lesz a gyógyító erő. Sőt, látható a szerelem és a szeretet, és itt a fa jelenti, akkor itt le tudtok ebben a párkapcsolatban gyökerezni. És itt a torony jelenti, hogy itt növekszik valami, nagyobb lesz valami, jelenthet egy magas, vékony szemét is. Esetleg utalhat hivatalos dolgokra, itt kezedbe veszed akkor a dolgokat, itt rendeződik minden, hiszen megvan a háttérben a gyógyító erő. Vagy ha eddig fogva érezted magad ebben a toronyban, mert voltak félelmek, bizonytalanságok, korlátozások, akkor itt van a gyógyító erő, és megjelenik a szerelem. És ez volt a hétvégi jóslás. Köszönöm a figyelmeteket, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!